Folytassuk tovább akkor annak a vizsgálatát, hogy mi, mit is tudunk meg a szeretetről, mit is ír a könyvben a mindenható a szeretetről. Ez Zsoltárok 45-ös fejezetben fogjuk kezdeni, ahol is így szól a hetes vers. Trónod, ó Elohim, örökké való, igazságnak pálcája, te királyságonak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonosságot azért kent fel Elohim a te hatalmasságot öröm olajával társaid felé. Ezek szerint a mindenható szereti az igazságot, és vannak dolgok, amiket gyűlöl. Azokat az embereket, akik nem az igazságot cselekszik. Nem feltétlen magát az embert, hiszen megbocsátana neki, amennyiben az ember elfordulna attól az úttól, amit jár, azonban ha nem, azt a cselekedetet és azt az embert el fogja hagyni. Mi is az igazság 119-es Zsoltárok megmondja nekünk, és 142-es vers így szó. a te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz. Nyomorúság és keserűség ért engem, de a te parancsolatai gyönyörűségem nékem. Az ő igazsága, örökké igazság, és ez az igazság az ő törvénye. Innentől kezdve bárki, aki a törvények ellen harcol, csak Zsoltárok 119-es fejezethez kell, hogy vissza, visszalapozzon és megérti azt, hogy az ő igazsága örökké igazság, és ez nem más, mint az ő törvényei példabeszédek második fejezet szintén megmutatja azt, és így ír. Szóval ez második példabeszédek és így szól, ugye itt a bölcsességről van szó, és itt azt írja, ha beveszed az én beszédimet és az én parancsolatimat elrejted magadnál, ha figyelmeztet, a bölcsességre, te füledet hajtod a te elmédet értelemre, ez mind-mind az ő parancsolatai. Ötös vers így szó, akkor megérted Jahuának félelmét, és Elohimnek ismeretére jutsz, amennyiben megtartod a parancsolatokat. Mert Jahua át bölcsességet az ő szájából tudomány és értelem, tudomány és értelem az ő szava származik, az igazaknak valóságos jót rejteget pajzs a tökéletesen járóknak, hogy megőrizze az igazságnak útait és kegyeseinek útját megtartja. Akkor megérted az igazságot, a törvényt és becsületességet és minden jó utat. Amennyiben tökéletesen jár, és megérti azt a tudományt és értelmet, akkor fogja megkapni az igazságot, a törvény és a becsületességet és minden jó utat. Ezek örök érvényű dolgok, és soha nem múlnak el, senki nem fogja őket betölteni, vagy eltörölni, vagy megváltoztatni. Az úgynevezett új szövetség sem változtat ezen a felálláson, ezt pedig elkezdjük rögtön Máté 6-os fejezet 24-es versen. Senki, sem szolgálhat két úrnak. Ugye vagy az egyiknek szolgál valaki, vagy a másiknak, Mert vagy az egyik egy gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti, nem szolgálhatok el a hímnek, és mammanak, mamman a pénz a világ. Csak az egyiknek szolgál, annak szolgál, amelyiket szereti. Tehát a szeretet a cselekedetekben fog megnyilvánulni annak, hogy kinek a parancsolatai szerint él az ember, vagy a mindenható, vagy pedig a világ. A szolgálat mindenképpen cselekedeteket kell, hogy jelentsen, hiszen így nyilvánul meg, az nem lesz elég, hogy ki mit gondol, ki mit érez, ki mit mond. Ugyan erről beszél Máté is, erről beszél végig az egész könyvben mindenki. Aki hisz, annak a cselekedetei fogják megmutatni azt, hogy mennyire erős a hite és kiben is hisz. Erre utalít Máté hogy az egyiket szereti, a másikat gyűlöli, annak szolgál, amelyiket szereti. Úgy él, úgy cselekszik, ahogyan az a hatalmasság megkívánja tőle. Ez Lukács lesz, és mégpedig a 11-es fejezet, ahol szintén arról ír, hogy a cselekedeteknek milyen jelentősége van, de jaj, néktek farizeusok, ugye ők azok, akik a, a babilóniai hagyományokat követték, akik egy falat próbáltak építeni a tora a mindenható parancsolatai köré, hogy megvédjék azt az ő saját hagyományaik által. Erről beszél, nem pedig a mindenható törvényeiről. Hogy is beszélhetne a mindenható törvényeiről maga a megtestesült szó? Mert megadjátok a tésmát a mentától, a rutától és minden parétól, de hátrahagyjátok az ítéletet és az Elohim szeretetét, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat elhagyni. Szóval még maga a megváltó is cselekedetekről beszél. Arról, hogy az Elohim szeretetét kellene cselekedni, akkor a szeretet nem olyasmi, amit az ember mond, vagy érez a szívében, hanem a szeretet az, amit cselekednie kellene. És azt már megvizsgáltuk az előző részekben, hogy mit is jelent az Elohim szeretete követni az ő instrukcióit és utasításait is a szerint élni. Ezeket kellett volna nekik cselekedni. Azonban mi az, amit ők szerettek? Mi az, amit ők mondogattak? Jaj, néktek, farizeusok, mert szeretitek az elölülést a gyülekezetekben és a piacokon való köszöntéseket. Ugyanúgy, ahogy a világ működik. Akinek pénze van, hatalma van, az mindig elölül, az mindig tiszteletben tartják az emberek. Ugyanezt csinálták ezek is, azonban nem cselekedték a mindenható szeretetét, ugyanis a szeretet az egy olyan dolog, amit cselekedni kell, ami abban nyilvánul meg. Jakab második fejezet erről szól. Lukács 16-os fejezet, 13-as vers ugyanerről a mammon történetről szól, hogy nem szolgálhatnak két elohimnek, illetve hatalmasságnak. Azonban ami érdekes az, a 16-os a törvény és a proféták Jánosig Valának, ugye ez keresztelő János, vagy bemerítő János. Az időtől fogva Elohimnek országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal tör abba. Vagy úgy, hogy a. A babiloniai hagyományok, hagyományokat követi, vagy pedig úgy, hogy nem csinál semmit, csak a hite van. Azonban könnyebb, a 17-es vers könnyebb a mennynek és földnek elmúlni, hogy nem a törvényből egyetlen pontoskának elesni vagy eltűnni. Úgyhogy ez az, ami a megváltó saját szava. Amennyiben a törvényből semmi nem vészel, az azt jelenti, hogy semmi nem vészel, És ezt ő mondta a saját szájával, amikor közöttünk járt, illetve az emberek között járt. Ezek után az, aki azt mondja, hogy ő betöltött, és nekünk nem kell csinálni semmit, annak csak vissza kell mennie ehhez a ponthoz, és megérteni azt, hogy könnyebb a mennynek és fölnek elmúlni, hogy nem a törvényből egyetlen pontocskának eles. Vajon mire gondolhatott akkor, mikor ezt a példát hozta, ha nem arra, hogy a törvényeket igenis be kell tartani, és az instrukciók szerint kell élnünk, és akkor tudjuk bizonyítani azt, hogy mi Elohimnek szolgálunk, illetve ő az, Akit szeretünk. Ez pedig János és Hukanon 5-ös fejezet, 36-os versen fogjuk kezdeni így szó. De nékem nagyobb bizonyságom van Jánosénál Hukanonénál, mert azok a dolgok, amelyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, amelyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem. Ő sem úgy jött, hogy ült a zsinagógában, vagy az utcasarkon, és folyamatosan arról beszélt, hogy ő a megváltó, és hogy mindenkinek ezt, hogy azt kellene csinálni. Neki is el kellett jönnie, és a cselekedetei által bizonyítania azt, hogy ő a mindenhatótól van. Ugyanúgy, ahogy nekünk az, hogy az ember mondja, az egy dolog, a másik az, hogy hogyan cselekszik, ez ugyanígy működik a, a mai világban is a, az úgynevezett, új szövetségben, amit ö, állítólag, amiben betöltötte az összes törvényt. Ha neki el kellett végezni dolgokat, ha neki cselekednie kellett, miért lennénk mi különbek. Aki engem, aki elküldött engem, maga az atya is bizonyságot tett rólam, sem a hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Ugye ő mindig is az ő... ő hírvivőivel, az úgynevezett angyalokkal, a Malakim segítségével kommunikált különösképpen egy Husa, aki volt ezek közül a legmagasabb rangú. Az ő igéje sincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Ugyanúgy, akik azt mondják, hogy a törvény betöltötte, és nem kell csinálnunk. Ugyanúgy nincs bennük az ő igéje, hiszen nem hisznek neki, hiszen elmondta, hogy mit kell csinálni, megmutatta, hogy mit kell csinálni. Ennek ellenére nem azt teszik. Ez a hit bizonyítéka, hogy az ember úgy él. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyeket bizonyságot tesznek, amelyek bizonyságot tesznek róla. Azt hiszik hogy a törvények azok, amik által üdvözülnek. Hit nélkül. Miközben a hit az, ami által az ember üdvözül, a cselekedetek bizonyítja, hogy neki van hite. És nem fordít. Az egész írás őról a szó, hiszen ő maga a megtestesült szó. Ő az, aki megmutatja azt, hogy hogyan kellene élni. Ezek az emberek nem tudták nem értették meg, hogy hitből hogyan kell élni, akárcsak a legtöbben ma nem értik meg. Nem értik meg azt, hogy ami le van írva, az megtestesült, eljött, hogy megmutassa, hogyan kell azt a gyakorlatban alkalmazni. Nem úgy, hogy mindenkit ölelget az utcán, vagy hogy szívecskéket kommentel, hanem hogy úgy cselekszik, úgy segíti az embereket, úgy tanítja az embereket, úgy figyelmezteti az embereket, hogyha rossz úton járnak. Ez az, ahogyan élni kellett volna a törvények szerint. Azonban a régiek nem tartották mert nem volt hitük, hiszen csak követték mechanikusan a törvényeket. A maiak pedig szintén nem tartják be, mert csak mondogatják, hogy nekik van hitük, de egyáltalán nem tartanak be semmit. Úgyhogy a kettő két különböző képpen nem jó. És nem akartok, nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen, hiszen ő az, akiben élete van az emberek. A keskenyút. Ezért hívják keskenyútnak. Nem a cselekedetek, nem a cselekedetek nélküli hit, hanem a kettő közötti keskenyút az, ami elvezet az életre, ami ő volt, ahogyan ő élt. Dicsőséget emberektől nem nyertek, de ismerlek benneteket, hogy Elohimnek szeretete nincs meg bennetek. Miért nincs meg? Azért, mert én az én Atyám nevében jöttem, nem fogadtatok be engem, ha más jönne a Maga nevében, Jézus Krisztus, azt befogadnátok. Úgyhogy így mutatja azt, hogy mi az Elohim szeretete. Az pedig az, hogy úgy él, ahogyan ő élt. Ő az, aki bizonyságot tett arról hogy ő az Atyától jött, hiszen úgy élt, ahogyan az Atya azt meghatározta neki. A cselekedetei, az életvitele az, ami megmutatja, hogy hitből cselekszi azok. Ugye, ha megérti az ember a, ne a név dolgot, és az, hogy miért van benne a név a tíz parancsolatban, akkor nem kezdje el mondogatni azt, hogy a név nem fontos, nem nem lehet nem fontos, mikor benne van a tíz parancsolatban, hogy ne vegye a nevét hiába a szájára. Isten Úr, stb., az nem név hogyha a nevet nem lehet hiába a szájára venni, akkor tudni kell a nevet. Ez az első és legfontosabb, amit ezzel kapcsolatban meg kell érteni. A másik az, hogy azt mondja, hogy én az én atyám nevében jöttem, ha az atya neve Jahua, az örökkévaló, ő pedig Jahusha, az azt jelenti, hogy Jahu megmenti az embereket. hogy az üdvözlés Jahuán keresztül jön, Jahua, Jahusá. Ezért mondja, hogy a nevében jöttem, Jézus Krisztus a maga nevében jött, aki nem más, mint az anti messiás aki eltölli a törvényeket, törvénytelensége bíztatja az embereket, és csak a hit mondogatására. Őt viszont elfogadják, hiszen az arra bíztatja őket, hogy nem kell semmit csinálni. Erre is figyelmeztetett akkor, hogy ez be fog következni. Sőt, már akkor is bekövetkezett. 44. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget és azt a dicsőséget, amely elohim van nem Keresitek Elohimtől, hogy lehet dicsőséget szerezni, úgy, hogy őt szereti az ember, hogyan szereti, hogy úgy él, ahogyan ő azt meghatározta. És az a téves elképzelés, hogy a törvény az egy átok, hogy a törvény az, aki vádolja az embert, az, az úgy igaz, de csak az számára igaz, aki megszegi a törvényt, aki azt szerint él, annak az egy áldás, hiszen akkor segíti a mindenható ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az atyánál, hiszen ő nem azért jött, ő azért jött, hogy megmutassa, hogyan kell élni. Ha ítéletet hozott volna, mint ahogy hamarosan hoz, akkor már nem lenne világ régen, hiszen senki nem úgy élt akkor. Ő azért jött, hogy segítsen az embereknek, hogy megmutassa, hogyan kell élni. Van, aki vádolt titeket, azon van Mosé, akiben ti reménykedtetek. Az a törvény az, ami vádolja az ember. Az a törvény az, ami megmutatja, hogy az ember bűnös vagy sem. Ezért ez elengedhetetlen. Mert ha ti hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert én rólam írtő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek. Ezek szerint fontos az, hogy Mózes mit írt. Fontos tudni azt, hogy Mózes mit írt, és fontos azt szerint élni. Hiszen ő mondja azt, hogy ha hinnétek az írásainak, akkor hinnétek az én beszédeimnek aki azt mondja, hogy ez régi, ezt el kell dobni, ez már nem számít, az nem fogja tudni megérteni a megváltót. Itt írja ő maga, ő maga mondja. Ha az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek. Ha azt nem ismeritek, nem tudtok hinni neki. Hiszen nem lehet hinni anélkül, hogy az ember ismerné azt. Aki ezzel nem ért egyet, akkor az, az annak el kell olvasni, hogy mit ír elő Saul, azaz Pál. A hit hallásból van, a hallás pedig Elohim igéje által. A hit Elohim igéjének hallásából származik. Er, erre utal itt. Ugyanazt mondja Saul, amit a megváltó mondott. Úgyhogy ha valaki nem ismeri Elohim igéjét, ami a tanák, az úgynevezett Ószövetség, hiszen ebben az időben, mikor ő ezt mondta, nem volt úgynevezett új szövetség. Nem lehetett, hiszen ekkor élt. Úgyhogy csak és kizárólag azokra az írásokra utal, de hát meg is mondja, Mózes, ezekre az írásokra utal. Ha a hit ab, annak a hallásából jön, akkor hogyan lehet hite valakinek anélkül, hogy nem tudja, nem ismeri és nem úgy él, mikor a megváltó maga mondta azt, hogy így van. Ez pedig János 8-as fejezet, amikor is arról van szó, ugye, hogy a farizeusok meg akarják őt ölni azért, mert nem csinálja az ő atyáink, atyáiknak a hagyományait. Mik ezek a hagyományok a mai nap? Karácsony, húsrét, sonka, tojásfestés, vasárnapi mise, nincsenek törvények, stb. 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 Ez mind-mind emberi hagyomány. Miért emberi hagyomány? Mert nincsen példa erre az írásban. Soha senki nem festett tojást az írásban, de a hét első napján vasárnap se járt gyülekezetbe soha senki. 160 alkalommal említi az írás a szombatnapot, vagy a sabátot, vagy a hetedik napot. Mindenkinek javaslom, hogy nézze meg, hogy a hét első napját hányszor említi. Vagy hányszor említi úgy, hogy ott bármit is tennie kellene az embernek. Egyszer sem. Úgyhogy aki ezek után azt gondolja, hogy a vasárnap az egy keresztény hagyományának igaza van. Csak a kereszténységnek nincs köze a megváltó életéhez. Hiszen nem úgy élnek ahogy a nő él. Így szól 8. János 8. fejezet 40-es. Ám de meg akartok engem ölni olyan embert, aki az igazságot beszéltem nektek. Mi az igazság? Arról már szó volt korábban. Te igazságod igazság örökké, a te törvényed igaz a mindenható törvénye, az igazság ez az, amit ő beszél, amelyeket Elohimtől hallott nyilván, hiszen onnan jött tőle, ő a szava. Ábrahám ezt nem cselekedte. A ti, ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Tehát nem azokat beszélik, vagy mondogatják, hanem az cselekszitek, mivel a hit cselekedetekben nyilvánul meg. Mondának azért néki, mi nem paráznaságból születünk, a mi egy atyánk van, Elohim. Mit mond erre nekik a megváltó? Mondd azért nekik ki a húsa, ha Elohim volna a ti atyátok, szeretnétek engem. Mert én Elohimtől származom és jöttem. Mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Ugyanez a helyzet a mai nap. Nem véletlen az, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Elohim igéje által. Ugyanez a probléma ma is, ami akkor volt. Az, hogy az emberek nem hallgatják ezt többé. Az emberek meg, megcsináltak a saját hagyományaikat, ugyanúgy, ahogy a farizeusok, és azt követték, hiszen itt mondja azt, hogy ti a ti atyáitok dolgait cselekszitek. A ti atyátok dolgait cselekszitek. Ugyanúgy, ahogy ma az emberek folytatják tovább. Minden csinálnak csak azt, amit a mindenható mond. Innen lehet tudni, hogy ki az, aki tőle származik. Hogy ki az, aki, aki őt szereti. Ha Elohim volna a ti atyátok, Szeretnétek engem. És nem azt, hogy nem azt mondogatnák, hogy ők szeretik, hanem nem akarnák megölni. A cselekedeteik nem olyanok lennének, az ő cselekedeteik olyanok. És nem értik, mert nem tanulmányozzák azt a szót, ami az ő szava, ami nem lehetett más, csak és kizárólag az a tanák, az az úgynevezett ószövetség, amelyiket ma senki nem hajlandó olvasni legalábbis kevés kivétellel. Ezért nem értik, ezért nem szeretik őt, ezért nem Elohim, az igazi Elohim, Jahua az ő adjuk, mert nem azokat cselekszik. Cselekedetek azok, amik megmutatják, hogy ki kit szeret. János 12-es fejezet, 43-as vers, mert inkább szerették az ember dicséretét, mint sem az Elohimnek dicséretét. Inkább azt csinálták, amit az emberek jó szemmel néztek, mint azt, amit a mindenható jó szemmel néz. Inkább folytatták a hagyományokat, mint sem eltértek volna tőle, és a mindenható dicséretét keresték volna. Azt, hogy hogyan lehet őt megközelíteni, hogyan lehet hozzá közelebb kerülni, hogy másképp lehetne, mintha az ember engedelmesen él. Hogy lehetne másképp mondjuk csak a mondogatás útján vagy csak részeket kiválasztani, amiket éppen kényelmesnek tartunk, vagy értelmezni a saját ö, véleményünk szerint, vagy a saját gondolataink alapján, vagy az ember dicséretét keresi valaki, vagy Elohim dicséretét keresi valaki, azonban ez cselekedetekben kell, hogy megnyilvánuljon, ha 40-es sajáshez vissza, megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívöket, hogy szemeikkel ne lássanak, szívőkkel ne értsenek és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Hiszen az emberek nem értik azt, ami le van írva, mert nem akarják megérteni, mert a világot választják azért, mert egyszerűbb a világ szabályi szerint élni, egyszerűbb az emberek dicséretét keresni, mint a élet, Hiszen ha az ember a mindenható útján próbál járni, akkor az emberek olyan szemmel fognak ránézni, amit nem tud elviselni. Inkább az emberek útján jár, és szembe néz azzal, ahogyan a mindenható majd a végén rá fog nézni. Úgyhogy ez a két út áll az ember előtt. És mindaz a szenvedés, és mindaz a, a nyomor, ami a világban van, azt meggyógyítaná, hogyha az emberek hajlandók lennének a mindenható dicséretét keresni. És azt szeretni, tehát úgy élni, és akkor meg tudná gyógyítani azonban, mivel nem teszik ezt, ezért úgy hagyja őket abban a vakságban, és abban a nyomorban, amiben vannak. Abban a tudatlanságban, amiben van. Nem véletlen, hogy a vakokat gyógyította, a bénákat, a süketeket, és a szegényeket. Hiszen ezek azok az emberek, akik ma átvitt értelemben penépesítik az egész világot. A vakok, süketek, akik nem értik, hogy miről szól ez az egész akik csak mondogatni akarják, mert túlságosan szeretik a világ útját, az emberek dicséretét. Inkább cselekszik azt. János 16-os fejezet, ez pedig lesz a 27-es vers, mert maga az atya szeret titeket, mivel hogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én Elohimtől jöttem. 26-os, azon a napon az én nevemben kértek majd, és nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az atyát ti érettetek. Tehát, hogy ő fogja, hogy ő az, aki közvetít a mindenható, és közöttünk, mint egy főpap. Tehát két külön személyiség kell, hogy legyen. A lényeg azonban az, hogy az atya szereti azt, aki szereti őt, és aki elhiszi őt akkor vizsgáljuk meg ezt a hitet még egyszer. A hit hallásból van, a hallás pedig Elohim igéje által, amit megbeszéltünk, hogy ez a tanák, az úgynevezett ószövetség, amiben a törvények vannak. A hit pedig a reménylet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés zsidókhoz 11.1. A hit ugye az, amire nincsen e, bizonyíték. A hit által értjük meg, hogy a világ Elohim beszéde által teremtetett, hogy a mi látható a láthatatlanból állott elő. Nem látjuk, ennek ellenére megcselekesszük. A hit azonban cselekedetek nélkül halott. 17-es vers, Jakab 2. Azonképpen a hit is, a cselekedetei nincsenek megholt magában. Úgyhogy amikor itt azt mondja, hogy elhiszitek, hogy én onnan jöttem, az azt jelenti, hogy úgy éltek, ahogyan én azt mutattam nektek. Hiszen a hit cselekedetekből nyilvánul meg, a cselekedetek pedig az Elohim igényéből tudjuk meg, hogy mi az, amit nekünk cselekednünk kell. Úgyhogy mindvégig az egész írás következetesen ugyanazt hirdeti. Ez pedig nem más, mint az, hogy aki a törvény szerint él, az az, aki szereti Elohimet, az az, akit ő szeret, és az az, aki üdvözölni fog, az az, akit meggyógyít. A többiek pedig kívül maradnak a kerítése. Rómaiakhoz 5, öt, ötös vers reménység pedig nem szégyenít meg, mert Elohimnek szeretete, szerelme kitöltetett ami mi szívünkbe a Szent Szellem, a Szent Lélek által, a ruak által, kiadatott nékünk honnan is van ez a Szent Szellem, és mit is jelent az Elohim szeretete, ami kitöltetett ránk, ez János 15. 15-ös fejezetből kiderül, mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök neked az atyától, az igazságnak lelke, aki az atyától származik, az tesz majd én rólam bizonságot, az igazság pedig mi, a te törvényed igaz, az igazságod igazság örökké a mindenható törvénye az, ez az az igazságnak a lelke, aki megmutatja majd azt, hogy hogyan kell a mindenhatót szeretni, és mi az igazi szeretet ő szerinte. Ez az, ami kitöltetett az emberek szívébe. Ez az a szent szellem, a ruak, az, ami megmutatja, hogy hogyan kell élni. Ami nem más, mint az a vigasztaló, ami eljött hozzánk, Yahusha Hamashiach szelleme, amit ő visz elküldött az az, aki megtanít majd minket mindenre, János hukanon 14-es fejezet, ama vigasztaló pedig a Szent Szellem, a Ruak, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Hogy ne felejtsék el, hogy a törvényt úgy kell követni, ahogyan azt ő tette, mint ahogy mindenki elfelejtette már azt. Eszükbe juttatja, aki nem úgy cselekszik, abban nincs meg ez a szellem. Abban nincs meg a ruhák. Mert nem úgy cselekszik. Ezt nem tanítja meg rá. Erről beszél. Ez az, ami ki, ö, kitöltetett az emberek szívébe. Aki adatot nékünk, csak azt nem mondja, hogy mindenki éve. Az aki úgy cselekszik. Nyolcas Elohim pedig a hozzánk való szeretetét, szeremét abban mutatta meg, hogy még mikor bűnösök voltunk. Ha másják, érettünk, meghal. Így mutatta meg a szeretetét, hogy ő tette meg az első lépést. Az, mind azok az emberek, akik azt mondják, hogy miért nem jön le, és mutatja meg magát, azért mert már megtette. Csak mi éppen nem éltünk akkor. Aki ebben nem hisz, annak nincs hite, hiszen a hit, a reménylet dolgok valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés. Aki nem hiszi el ezt, annak nincsen hite. Aki pedig nem úgy cselekszik, annak úgy szintén nincsen hite. Hiszen Jakab megmondta, a hit is cselekedetei nincsenek megholt magában. Úgyhogy ez megint csak a kettő együtt dolgozik. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljesi a hit. Ezért kell az embernek a Szent Szellem, hogy az megtanítsa mindenre, arra, amit a megváltó mondott. Így máskülönben nem lehet értelmezni a, az írás, csak hogyha az ember összeszedi ezeket a definíciókat. Ha az ember a nyugati gondolkodásmódra vagy a saját definícióira hagyatkozik, akkor természetesen mindig úgy alakítja, ahogyan ő azt be tudja teljesíteni. Azonban nem így működik az írás. Rómaiakhoz 8-as fejezet, 28-as vers. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Elohimet szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Hiszen akik szeretik, azok úgy élnek. Ezt már még egyszer nem zongorázzuk végig ezt, a, ezt az egész rendszert, hogy hogyan is lehet ezt, már, már nagyon remélem, hogy mindenki számára világos, hogy mit jelent a szeretet. A szeretet nem a mi értelmezésünk szerinti szeretet a Valentin nap, meg a, a szíves kommentek, a szeretet az egy olyan szó, ami cselekedetekkel jár együtt, akik őt szeretik, úgy cselekszenek, cselekszenek ezért nekik minden a javokra van. Hiszen, hiszen mindenből tanulni fognak, és, és a leg, az esetek túlnyomó többségében a mindenható segíteni fogja őket, hiszen, hiszen ők úgy élnek, ezért minden a javokra van mint akik az ő végzése szerint hivatalosak, akiket ő elrendelt, hogy így éljenek, akiknek nem keményítette meg a szívét, és akiknek nem ö, vakította meg a szemét. Azért, mert olyan döntéseket hoztak, mert elfordultak tőle tudatosan, mikor ott volt a lehetőség. Ezért írja azt, hogy a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Elohim szerint eszedezik a szentekért. Az, aki a szíveket vizsgálja. 37-es vers rómaiakhoz 8, de mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett, mikben ugye abban az üldöztetésben, amiben ők, nekik részük volt és nekünk is lesz, és nagyon sok embernek van is az üldözés, éjség, messzeneség, veszedelem, fegyver, szorongattatás, nyomorúság. Ezekben diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeret. Hogyan szeret? Hogy a cselekedeteivel bebizonyította azt, hogy minket szeret, hogy meghalt, ami bűneinkért, és megmutatta azt, hogyan kell élnünk, hogy hogyan kell szeretni. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, ugye ez a spirituális birodalom, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem, semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket Elohimnek szerelmétől, szeretetétől, mely vagyon a mi Adonájunk Yahushach másiákban. Tehát az a mindenható, az Elohim szeretete az Yahushach másiákban nyilvánul meg. Az abban, hogy mi elfogadjuk az ő áldozatát, és mi hiszünk benne. Ezek után ez a hit fogja majd a cselekedeteket magával hozni, mint annak a gyümölcsei. Azonban a hitből indul ki az egész. Így mutatjuk meg, hogy Elohimnek a szeretete bennünk él. Első korintusiakozit levelének második fejezetében pedig így szól. Négyesves, és az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Elohimnek erején nyugodjék. Emberek bölcsessége az emberek tradícióit jelenti. Nem vonatkozhat a mindenható törvényeire, hiszen itt mondja Elohimnek erején nyugodjék. Elohim ereje. Mi lehet az ereje? Az ő szava, a húsak, ha jálk, aki annak a bizonyság tétele. Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk. Ám de nem e világnak, sem Evilág veszendő fejedelmeinek bölcsességét, hanem Elohimnek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett, elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt Elohim a mi dicsőségünkre, az, hogy el fogja küldeni az ő fiát, az a megtestesült szót azért, hogy mindenkit gyűjtsön. Ez volt az a titok, erről beszélt, melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert. Mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát. Hanem amint megvan írva, ugye ha tudták volna, ha értették volna, amit olvasnak, ha nem lett volna titok, akkor nem feszítették volna meg jahúsak, a hussaha másiákat. De mivel nem értették, ezért megfeszítették. A bölcsesség abban a szóban volt leírva, ami a mindenható szava, csak ők ezt nem értették. Hanem amint megvan írva, hiszen meg volt írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és az embernek szíve meg se gondolt, amiket Elohim készített az őt szeretőknek. Ugye ő, ő volt az a megváltó, akit a Mindenható elküldött azoknak, akik őt szeretik, hogy ne halljanak meg, hogy legyen egy példa, hogy hogyan kell élni, illetve legyen egy, legyen egy áldozat a bűneikért, hogy egyáltalán legyen esélyük, amennyiben hisznek és úgy élnek. Egy korintusiak 8. fejezet pedig így szól. A bávány áldozatok felől pedig tudjuk, hogy minnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfúvalkodottá tesz, a tudás felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. A szeretet az, ami építi az embert, illetve az emberek közötti kapcsolatot, hiszen úgy fog az ember élni, úgy fog cselekedni. Hiába mondogatja, ha nem úgy él. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Ugye, aki elhiszi, hogy ő tud mindent, vagy valamit, annak nincsen tudása. Ez az alázatosságra int mindenki. Hanem ha valaki Elohimet szereti, az ismertetik őtőle. Másik fordításban ez így szól. Azonban a puszta ismeret még nem elég, mert a tudás önmagában csak felfogalkodott, tehát ez a szeretet ellenben a többieket erősíti. Hiszen úgy él az ember cselekednie kell ahhoz, hogy a többi embert elő, erősíteni tudja. Ha valaki azt gondolja magáról, hogy ő már tud valamit, akkor még semmit sem ismer úgy, ahogy kellene. De ha valaki igazán szereti Elohimet, Elohim is közelről és belsőségesen ismeri azt. És ki az, aki Elohimet szereti, aki az ő instrukciói szerint él? Így tudja az Elohim megismerni azt az embert. Különben elvész a világban. Hogyan tudná megkülönböztetni a, az embereket, hogyha nem a viselkedésük alapján. Így tud, így látja, hogy ki az, aki hozzá fordul, aki követi az ő parancsolatait, aki betartja a szombatnapot, az ő ünnepeit, ünnepét, nem a világét, nem a vasárnapot, nem eszik össze-vissza mindenkivel, meg mindent. Erről beszél itt. Aki őt szereti, azt ő meg tudja ismerni, hiszen látja a különbséget második korintus az levelének 13-as fejezete, 10-es vers, így szó. Azért írom ezeket távol létemben, hogy mert a jelen ne kelljen keményen viselkednek, nem. A ma hatalom szerint, melyeket, melyeket, melyet hua adott nékem építése, nem rontásra. Tehát, minek kellett volna keményen viselkednie, hogyha ha nincsen semmiféle kötelezettsége senkinek, hogyha csak néhány parancsolatról van szó nyilvánvalóan azért, mert tudta pontosan, hogy, mi, hogy, hogy, hogy viselkednek azok, akik abban a gyülekezetben voltak, akik nem tartották be a, a parancsolatokat, hiszen a Elohim adta neki ezt a hatalmat. Tehát azt kellett, hogy betartsa, amit ő parancsol. Végezete, atyámfiai, legyetek jók egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, hogy egy legyetek, békességben éljetek és a szeretetnek, a békességnek hatalmassága lészen veletek. Tehát ő a szeretetnek a elohíme, a hatalmassága, és a békességnek. Hogyan él az ember békességben és szeretetben úgy, hogy betartja azokat az instrukciókat, amelyek arra vonatkoznak? Ha nincsenek szabályok, akkor az ember a saját feje után megy, akkor nem tud szeretetben élni. Ezért Elohim a szeretet és a békesség. Hatalmassága. Galatákhoz második fejezet, mert én a törvény által meghaltam, a törvénynek, hogy Elohimnek élek. másiákkal együtt megfeszítettem, meghalt, így Elohimnek fog élni, úgy, ahogyan a megváltó bemutatta, tehát a törvénynek meghalt, hiszen a törvény nem vonatkozik rá, hiszen ő nem fogja megszegni, hiszen a Szent Szellem, a Ruák fogja irányítani ezért halt meg. Nem azért, mert nem a törvény halt meg, hanem ő a törvénynek. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem ha másiák, amely életet pedig most testben élek, az Elohim fiában való hitben, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Tehát úgy él a hit alapján, Ugye a hitről már volt szó, a hit hallásból van, a hallás pedig az ige által, A hit a reménylet dolgok valósága, nem látott dolgokról való meggyőződés. A hit együtt munkálkodik a cselekedetekkel. Erre utal itt, hogy ő úgy él, ahogyan a megváltó ezért ő Elohimnek él, ezért ő meghalt a törvénynek, hiszen ő nem fogja megszegni, a törvény rá nem vonatkozik. Nem törlöm el Elohim kegyelmét, mert ha a törvény által van igazság, tehát ha másják, ok nélkül hat meg. Ha a törvény által igaz, akar valaki megigazolni, hit nélkül, akkor számára a megváltó áldozata nem fog e, üdvözülés nyújtani. És aki mindenki, aki úgy próbálkozik, az el fog veszni, hiszen senki nem tudja a törvényt betartani száz százalékig, és már valamikor mindenki védkezett. Nem azt mondja, hogy a törvényt eltörli, hanem azt mondja, hogy a megváltás az a megváltó által jön, a másiák áldozatán át, azon keresztül van. Ő is szerette az emberiséget, és önmagát adta érte hiszen ő pontosan tudta, hogy a hit együtt munkálkodik a cselekedetekkel. Ha eljött volna, és mondogatta volna, és gyógyított volna, de nem adja önmagát a végén, akkor senki nem juthatna el. A hit cselekedetekben nyilvánul meg a szeretet egyenlő a cselekedetekkel, és az él Elohimnek, aki ha másiák szellemében él, abban a hitben, és úgy cselekszik. Ez pedig Efézusiakhoz második fejezet lesz, amely így szól titeket is, akik holtak valátok a ti védkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik, akik között forgolódtunk egykor mi is minnyáján, ami testünk kívánságaiban cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is. Ugye ez a régi ember, aki a világ szerint él. Az, aki úgyis cselekszik, ahogyan a világ diktálja, illetve ahogyan a test diktálja. De Elohim gazdag lévén irgalmasságban, ugye kegyelmes volt, az ő nagy szeretetéből, amelyen minket szeretett, minket, akik meg voltunk halva a vétkek miatt, nem a törvény miatt, a vétkek miatt megelevenített minket ha másiákkal együtt. És kegyelemből tartottunk meg. Tehát az ő szeretete is cselekedetekben nyilvánult meg azzal, hogy elküldte az ő fiát, hogy kegyelmet adjon nekünk. Halottak voltunk, mivel bűnösek voltunk, mivel védkeztünk. Nem azért, mert a törvény rossz volt, hanem azért, mert mi a világ szerint jártunk. Mert e világ hatalmassága, a levegőbeli hatalmassága, ami az ellenség maga, e világ idézőjelvetében istene. Az ő utasítása szerint, hogy mindent lehet, hogy mindenki szeret, mindenkit mindig, mindenkit elfogad. Így cselekedtünk, és így éltünk, így gondolkodtunk. Ezért haltunk meg, a védkek miatt, nem a törvény miatt. És a Mindenható szeretet minket annyira, hogy elküldte az egyetlen fiát. Ő is cselekedetekben nyilvánult, meg megmutatta, hogy hogyan kellene nekünk élni. Effézusiakhoz hármas fejezet, ahol pedig uh, arra kér Saul mindenkit, hogy ne aggódjanak miatta a gyakorlatilag. És a 16-os hogy adja meg néktek ugye ez a másiák, hogy adja meg az ő dicsőségek gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben. Ugye ez maga a vigasztaló, akit az én nevemben küld az atya, mindenre megtanít majd titeket, eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Ez az a lélek, ami megerősíti majd a belső ember a spirituális lényt, a lelkét az emberek, hogy lakozzék a mesiák, a hit által, a ti szívetekben. Az ember hisz, és ez által beköltözik az ő lelke az emberbe, és megmutatja, hogy hogyan kell élnie. A szeretetben meggyökerezvén és alapotvevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége, és hosszúsága, és mélysége, és magassága Elohim jó voltál. A szeretetben meggyökerezni és alapot A szeretet, a mindenható szava és az ő instrukciói, ahogyan a megváltó élt és az ő példája mutatja. Azaz, ami megmutatja számunkra azt, hogy a mindenható tulajdonképpen ki is, mi is. Azaz, ami elvezet oda. Azaz, az, ami megtanít minket mindenre. Aki az atyától származik, és tanú tesz róla. És megismerjétek, ha másiáknak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek Elohimnek egész teljességét. A hit által utána meg az emberbe beleköltözik a szentlék, a ruák, úgy él, és így ismeri meg a megváltónak a szeretetét. És így fog eljutni a mindenhatóhoz. Efézisiak az ötös fejezetben szintén a szeretetről ír, legyetek annak okáért követői Elohimnek, mint szeretett gyermekek. Követői Elohimnek, hogy lehet az ember Elohim követője, ha nem a cselekedetei által. hit cselekedetek így követi az ember. Elohimet járjatok, szeretetben cselekedjétek a szeretetet, úgy éljetek. Miképpen a messiak is szeretett minket. És önmagát mérettünk ajándékul és áldozatul Elohimnek kedves jó illatul adta. Tehát úgy cselekedett, nem csak azt mondta, hogy szeret minket. Hogyan cselekszünk mi, paráznaság pedig, és akármely tisztátalanság, étközés, vagy fősvénység ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik, a, akik ugye kívül állnak a, a világot. Sem undogság, bolond beszéd, trágárság, melyek nem illenek, hanem inkább hálaadás. Mert jól tudjátok, hogy a paráznáknak, tisztátalanak, fősvénynek, báványimádónak nincs örökségek a másiáknak és az Elohimnek országában cselekedetek és hit. Így nyilvánul meg a szeretet. Ahogyan az megnyilvánult abban, hogy Elohim elküldte a saját fiát, illetve ahogyan az a fia, Jehusa, a mesiák, meghalt, értünk, az is egy cselekedet volt. A hit cselekedetek nélkül halott hatos fejezet az Efézusiakhoz, két levélből, 21 es hogy pedig ti is megtudjátok dolgaimat, hogy mit cselekszem, mindent megismertet veletek, tichikus, a szeretett atyafé és hívszolga el a himben. Tehát azt, hogy amit ő cselekszik, azokat fogja nekik bemutatni. Kit éppen azért küldöttem hozzátok, hogy megismerjétek a mi dolgainkat és megvigasztalja a szíveteket. A dolgaik azok a cselekedeteik. Ezért küldte el hozzájuk tihikus, hogy megmutassa nekik, hogy hogyan élnek ők, és hogy mit jelent valóban követni a megváltó. Békesség az atyafiaknak, és szeretet hittel egybe Elohimtől és Adonai -e Husakamásiáktól. Békesség, szeretet, hittel egybe. Szeretet és békesség azok a cselekedetek, ahogyan az ember él, és a hit a megváltóban. Ezt az egészet kívánja neki. Kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik Adonai Húsak a másiákot romlatlanságban. Az szereti, aki romlatlan, aki úgy él, aki úgy cselekszik. Ezt jelenti a szeretet. És ezeknek jár a kegyelem. Remélem hasznosnak találtátok ezt a videót. Még annyit tennék hozzá, hogy gondolkozzon el ezen mindenki. Akár a megváltóra gondolunk, akár a mindenhatóra, bármelyik profétára, apostolra. Mindenki azt mondta, hogy a szeretet a legfontosabb. A mindenható maga, Elohim, szeretet. A megváltó úgy viszonyult hozzánk szeretettel. Akkor nem lenne-e érdemes, hogyha valamivel közelebb jutnánk ahhoz a definícióhoz, amit az írás szeretetnek tart. Nem amit a világ, nem amit a kereszténység vagy a buddhisták, hanem amit az írás a szeretetről ír. És lehet, hogy akkor lenne esély arra, hogy mindenki megértse azt, hogy mi is tulajdonképpen az ember feladata az életben, és hogyan is kell az életet élni úgy, hogy az tetsző legyen mind a megváltónak és az ő szellemének, ami minket irányít, és a mindenhatónak, aki majd a végén az ítélkezést fogja végrehajtani. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!